Orbán Viktor szerint Hadházi Ákos egy szőrét hullató, rossz vidéki róka. De én azt se értem, hogy mi a baja a vezérnek a rókákkal, de azt meg végképp nem értem, hogy mi a baja a vidéki rókákkal. Mindig hazudozik, mindig súnyi, mindig somfolyó. Mikor hazudtam? Rosszul... Miniszterelnök, de mikor hazudtam? De... Mondjam már följön, meg egy példát. Szőrét hullató, rossz vidéki róka. Mondjam már. Úgy néz ki, nem csak a körúton belül értelmiség nézi le a vidéki magyarokat, hanem már a vezér is. Amikor Hatház Jákos arról kérdezte Orbánt, hogy miért utazgat közpénzből egy katonai repülőgépen oda, ahová csak szeretne, a miniszterelnök jelezte, hogy a képviselő úr egy rossz róka, ráadásul egy rossz vidéki róka. Hát én nem tudtam, hogy a nerben már a vidéki is szitokszónak számít. Eddig csak a budapesti rókákkal volt a vezérnek és a rendszerének problémája, és épp az volt az egyik legnagyobb baj a fővárosi lipsi rókákkal, hogy túl sokat vidékiznek. Erre most épp Orbán Viktor vidékizik egy nagyot. Hát mi történik itt? Eddig azt hittem, hogy Magyarország egy vidéki rókáknak való vidék, de hát kiderült, hogy nem. Hadház Jákossal az a baj, hogy sunyi, hogy róka és hogy vidéki. Hát mi lesz itt legközelebb? Orbán Viktor gombáknak fogja hívni a szavazóit? Vagy ami még ennél is sokkal rosszabb, vidéki gombáknak? Há, alig, hanem nagyon csúnyán elszabadult a felcsúti kisvonat. vonat. Hatházi Ákos jobb, ha tudomásul veszi, hogy Magyarországon nem lehet kérdésekkel provokálni. Ezt már nagyon szépen megtanulták az újságírók is. De Hatházi valamiért úgy érzi, hogy őt a választók küldték oda, ezért neki joga van a miniszterelnököt kérdezni. Még mindig azt hiszi, hogy itt demokrácia van. Abban a tévhídben él, hogy a miniszterelnök a nép legfőbb szolgálja, aki bármiféle elszámolással tartozik a népnek. Ébresztő ákos, Orbán Viktor nem szolgálja ezt a népet, hanem uralkodik rajta. Ő a főnök úr, a főnököt meg nem lehet csak úgy felkérdezni. Tehát ahhoz előbb el kell utazni néhány kilométerrel nyugatabbra, mondjuk egy katonai repülőgéppel, hogy ilyet meg lehessen tenni egy ország vezetőjével. De tényleg, miért vidékizett Orbán Viktor? Lehetséges, hogy lenézi a vidéki embereket, a saját szavazótáborának a nagy részét. El tudjuk ezt róla képzelni? Hiszen Orbán Viktor eddig mindig olyan nagyon nagy szeretettel beszélt a vidéki emberekről. Hát vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy picit alaposabban. Ki nézi itt le a vidéket? Az nézi le a vidéket, aki nyíltan kimondja, hogy a magyar vidéken sokan megtévesztett szavazó, vagy pedig az, aki nap mint nap őket. Az nézi le a vidékieket, aki szerint el kéne juttatni minél több információt a leszakadt régiókba, vagy az, aki azért szerezte meg az összes helyi vidéki lapot, hát hogy szóról szóra ugyanazt a propagandaszöveget súlykolja bele a vidékiek fejébe. Az nézi le a falusiakat, aki szerint úgy lehet felemelni a vidéket, hogy a kölök lehetőleg minél előbb fejezze be a tanulást és menjen el melózni, vagy az, aki azért dolgozik, aki arra építi a politikáját, hogy a vidéki Magyarországon minél többen és minél tovább tanuljanak, hogy mondjuk versenyképes tudásuk legyen. Az nézi le a vidékieket, aki jól működő vidéki iskolákat szeretne, vagy az, aki Brüsszelre fogja, hogy nincs elég pénz a bélekre, és elvárja, hogy ezt a vidéki tanárok el is higgyék. Kinézi totál hülyének a vidékieket? Az, aki akkumulátorgyárakat épített vidékre úgy, hogy magaslotóik a vidékiek véleményére, hiszen ők nem értenek ehhez, ők csak ott laknak, nyilván semmi közük hozzá, vagy az, aki ezt mondjuk ellenzi? Hová épülnek ezek az akkumulátorgyárak? A Pozsonyi útra? A körúton belülre? A lángtékával szemben épülnek az akkumulátorgyárak? Nem, nem, vidéken épülnek. Kinézi a vidéket? Az, aki a szubszidiaritás elve alapján azt tartja helyesnek, ha a vidékről a vidékiek döntenek, vagy aki a központból adja az utasításokat Budapestről az nézi le a vidéket, aki nagyobb támogatást és hatalmat akar adni az önkormányzatoknak, vagy az, aki kivérezteti azokat? Az nézi le a vidéket, aki szerint igazságosan kell elosztani a pénzt az országban, vagy pedig Orbán Viktor és Lázár János, akik megzsarolják és megfenyegetik a vidéki településeket, hogyha rosszul tetszenek szavazni, akkor nem kaptok semmit. Nekem úgy tűnik, hogy Orbán Viktor és a rendszere mélyen megveti és lenézi a vidéket és az ott élő embereket. Hát lehet, hogy ők nem gombáznak, lehet, hogy ők nem beszélnek megtévesztett szavazókról, hát ők csak gombaként tartják és megtéveztik őket. A NER az, amelyik a végsőkig igyekszik lezüleszteni elsősorban a vidéki Magyarországot, mint szellemi, mind pedig morális szempontból, és kifejezetten politikai érdekből. Miközben Orbán a szájával arról prédikál, hogy tessék tisztelni a magyarokat. Csak sajnos ez, amit Orbán művel, egyáltalán nem a tiszteletet mutatja a vidéki magyarok irányába. Ha Orbán Viktor tisztelné a vidéki magyarokat, akkor nem vidéki rókázna, és nem használná fel a vidékiekben sajnos sokszor meglévő Budapest ellenességet és értelmiség És nem azon dolgozna minden erejével, hogy a vidék teljesen leépüljön szellemileg azt tiszteli a magyarokat, aki nem erőforrásként, hanem gondolkodó, kritikus társadalomként tekint rájuk. Aki szerint a kérdés vagy a kritika nem provokáció, hanem a demokrácia része. Azt tiszteli a vidéki és egyébként a nem vidéki magyarokat is, aki rájuk bízza, hogy például akarnak egy gyereket szűni. Aki nem úgy gondol a szavazóira, hogy pénzt kell nekik adni ahhoz, hogy többet szüljenek. Ráadásul ahhoz meg messze nem ad elég pénzt, hogy igazán érdemes legyen több gyereket vállalni. Azt se igazán tekinthetjük a tisztelet jelének, ha egy politikus gátlástanul hazudozik össze-vissza. Ha például azt hazudja, hogy nem ő cseszte el az országot, a gazdaságot, hanem Brüsszel. Orbán Viktor nagyon is jelen van, nagyon is meghatározó szereplő, amikor például büntetni kell az ellenzéket, de az ország helyzetéért semmilyen felelősséget nem vállal. Akkor ő ott se volt. Amikor infláció van, akkor ő nem tett semmiről, csak a nyugat meg a háború. Hát a háborút meg természetesen nem finanszírozzuk mi semmilyen módon, inkább kimaradunk belőle. Amikor az oroszoktól veszük az energiát, az, ami nem veszünk részt a háborúban, hát akkor mi a békés Putyint finanszírozzuk, aki szintén nem felelős a háborúért, csak a nyugat, hiszen ők provokálták ki. A Nyugat finanszírozza a háborút, amikor fegyvereket ad Ukrajnának, hogy meg tudják magukat védeni. Hát ők igen, ők, ők részt vesznek a háborúban, mi nem. És aki ezt a baromságot még el is hiszi nekünk, azt mi egyáltalán nem nézzük le, ugye? Azt mi tiszteljük. Érdekesen gondolkodik Orbán Viktor a tiszteletről. Hát talán azért, mert ő maga még nem tisztelt saját magán kívül soha senkit és semmit. Hát miért pont a szavazóit tisztelné? És mivel nem tiszteli sem a saját szavazóit, sem az ellenzék szavazóit, így logikus, hogy az ellenzéki szavazók egy részét képviselő hatházit sem tiszteli. Ezért beszél vele úgy, mint a kutyájával. Pontosabban a rókájával. Rossz kutya, vagyis rossz róka, rossz vidéki róka. A jó róka nem kérdezősködik, hanem befogja a száját. De Orbán Viktor még a saját kollégáiról, a fideszes képviselőiről is így gondolkodik. Nem ugat, hanem ül és nyomja szépen a gombot. Nem kérdez, nem kritizál, nem frakciózgat, nem szervezkedik, nem beszélget, hanem szavaz. Ezt hívjuk úgy, hogy rend. A 22-es választáson Orbánékra nagyjából 3 millióan szavaztak, az ellenzékre meg körülbelül 2 millióan. Orbán Viktornak egy demokráciában még akkor se lenne joga semmibe venni az ellenzéket és az ellenzék szavazóit, ha ötször annyi szavazója lenne, de még kétszer annyi szavazója sincs. A három millió szavazójával bekussoltat két millió szavazót. A három millió szavazójával a háta mögött hangosan kiröhög két millió embert, mert mondjuk ki, amikor Orbán Viktor és Szijjátó Péter kiröhögi Hadházi Ákost, akkor az ellenzéki szavazókat is kiröhögi ha államférfi lenne, és nem egy ócskatról, akkor úgy érezte volna, hogy kutya kötelessége, vagy róka kötelessége, ha így jobban tetszik neki, hogy válaszoljon egy ellenzéki képviselő kérdéseire. Amikor a vezér ellenzéki képviselőket, meg újságírókat vesz semmibe, akkor az ellenzéki választókat, magyar emberek tömegeit veszi semmibe. És az a legszomorúbb, hogy még az ellenzéki szavazók egy része sem érti, hogy itt, itt nem háziról van szó, hanem róluk nem pusztán hatházit alázzák meg ilyenkor, hanem őket is. Mindenkit, aki nem Orbánra szavazott. Sok ellenzéki szavazó egyszerűen nem érti, hogy róla van szó. És azt mondják, hogy hát, hát igen, hát a balfék hatházi már megint beégette magát. Minek ment oda? Nem tudta, hogy ez lesz belőle? Sokszor felmerült már az a kérdés, hogy miért kell eljátszani a demokráciát? Miért asszisztál ehhez a cirkuszhoz az ellenzék? Hát még az is lehet, hogy én is feltettem ezt a kérdést korábbi videóimban. Mert amikor ilyen jeleneteket látok, történjen ez akár a parlament folyosóján, akár az ülésteremben, akkor baromi dühös leszek, és hirtelen már nem tudom megmondani, hogy milyen országban is élek pontosan. Mert ez nem Magyarország, ez nem az az ország, amiben szeretnék élni. De mégis mi történne, ha az ellenzék végleg kivonulna? Semmi, az égvilágon semmi. Jönnének helyettük gatyánok, meg gödények, az jobb lenne? Mindig lenne jelentkező a képviselői fizetésekre. Ha az ellenzék egyik pillanatról a másikra beszüntetné magát, nem az történne, hogy a Fidesz elgondolkodna magáról és gyorsan megváltozna. Az Európai Unió se tehetne sokat, akkor egy ideig nem lenne ellenzék. Aztán a következő választáson elindulna minden hívő nyomorult és be is jutna. Hát ez már részben meg is történt. És ők lennének az ellenzék. És folytatódna ugyanaz csak más szereplőkkel, még nagyobb nyomoroncokkal. Mert hogy egy ilyen lépés után, az ellenzék öngyilkossága után normális emberek nem vennének részt a politikában, az legalább annyira biztos, mint az, hogy mészáros Lőrinc nyeri a közbeszerzést. Én soha nem állítottam, hogy ez az ellenzék tökéletes. Nagyon nem az. De azoktól mentsen meg minket a jóisten, akik helyettük jönnének. Tudjuk, kik jönnének. Láttuk, mi a felhozatal és mielőtt a billentyűzethez nyúlna a troll hadsereg, nem, nem MZP-re meg a kutyapártra gondolok, vannak jó arcok is a parlamenten kívüli ellenzékben, csak egyre kevesebben. Akik viszont egyre többen vannak, szerencsére, azok a a feliratkozói. Az elmúlt egy hónapban nagyjából 1200-an gondolták úgy, hogy érdemes feliratkozni a csatornára, amit nagyon szépen köszönök. Őszintén szólva, nem emlékszem olyan hónapra, amikor egy hónap alatt ilyen sokan feliratkoztak volna. Tényleg hálásan köszönöm, és szeretettel üdvözöllek titeket. Nagyon köszönöm a szuper köszöneteket is, meg a csatornatagoknak a támogatást, és azt is köszönöm, ha most nem mentek át nagyon gyorsan a Facebookra a megafonos videókat nézni, hanem inkább megnéztek még egy videót a dévtől, például azt, amiből kiderül, hogy annyira üres a kassa, hogy már a BL meccsekre se futja Orbánéknak. Találkozunk legközelebb, pusz!